Július 15-én a szomszédos Hajdúszobáton az 5. Hajdú Ízek Fesztiválját tartották a 4 évszak kulturális egyesület szervezésében. A rendezvényen sztárvendégek, helyi csoportok szórakoztatták a falubelieket, főzőversenyt is rendeztek, melyre több településről érkeztek indulók. Emődről érkezett a főzőversenyre a pincegazda, aki hagyományos ételeket készített a felhívásnak megfelelően. A recept lehet látni, hogy hajdúbácsi lebencslevesét főztem, meg hajdinokásás, hát vargányagombás levessel is produkáltam, valamint pásztor tarhonyá szovátai módra. És én úgy gondolom, hogy ezt a hagyományt, ezt úgy kell megőrizni, hogy a fiatalok ezt nem tudják, de tudják meg. A kultúra őrzését szívügyének tartja. Én a Magyar Gasztronómiai Szövetség népi sütőfőző és hagyományok őrzője vagyok, és ezt a hagyományt én szívem csücske őrizni, hiszen ha nem tudjuk megtartani a magyarságunkat, a hagyományunkat, akkor mi lesz a unokáinknak, gyermekeinknek? Földbeszúrt vasvilla a bográs tartója, ez a régi időkből származó technika. Ez a bográs tartó, ez igazándiból onnan jött, nem én találtam ki, az elődeink találták ezt ki, és szintén csak az elődeinknek a hagyományát próbálom tovább vinni. Na most ez a vasvilla, amikor kimentek a pásztorok, vagy a paraszt emberek a földre, ugye nem volt náluk acél. Bográstartó, egyszerű kis villa volt nálunk, és kérem szépen megfőzték a lebenslevest, vagy akár bármilyen pásztor ételt. Környezet, munkamenet, íz, tálalás. Ezek voltak az ételek zsűrizésének fő szempontjai, mondta el kérdésünkre Ceglédi László szakácsmester. Hát főként magyaros, hajdúsági ízek. A legjobb, ami nekem tetszett, az egy birkagulyás volt, a leves első helyezettet kapta meg, a cukinivel készült, tehát egy szezonális alapanyagot használtak hozzá, kenyér helyett körítésnek pedig egy ilyen burgonyás lepcsenkát adtak hozzá. Hát főételből egy ilyen cigány savanyú káposztás kokos ragú volt, ami nekem a legjobban megtetszett, mint ízben, mint állagban nagyon jól el volt találva. A fesztivált a 4 évszak kulturális egyesület szervezi, stábunknak az elnök Tóth Gyula nyilatkozott. Először 2013-ban kezdtük el szervezni a Hajdú Ízek Fesztiválját, és immár 5. alkalommal szervezzük meg hagyományteremtő jellege. Próbáljuk a hajdúsági ételeket felkutatni, és próbáljuk ezeket átadni, és hogy minél több szélesebb körben megismerjék ezeket az ételeket. A fellépőket úgy válogatták, hogy minden korosztály találjon kedvére valót. Helyi csoportok, környező településekről érkeztek néptánc és modern tánc bemutatók, valamint 5 sztár vendégünk van idén. A Royal Team, Ihos József, humorista, aki egyben a főzőversenyben is zsűrizett, Magyar Rózsa, DJ Szatmári és Jucus és Vikidá Gyula fogja este zárni a programot. Maga sem volt rossz, de Kendős asszony jobb volt magánál is. Megint ez bátyának, nekem nem olyan nagyon halagvó dolog, mondom, az is én voltam, hogy maga. Hát mondom, Kazuri is én vagyok ám, maga biztos nem lehet. Mondom, miért? Elsősorban ültem, éreztem, hogy asszony szaga van.